Már szépen sorjáznak a felfűzött dohánylevelek a kispiaci Almási családnál, akik kisebb-nagyobb megszakításokkal már közel 30 éve foglalkoznak dohánytermesztéssel. Jelenleg a szárítási folyamat zajlik náluk. Fóliába szárítsuk, le van takarva fekete nejlonnal. Hát, hogyha minden jól megy, akkor egy 10 nap, 2 hét alatt megvan. De most már hűvösebbek az idők, ilyenkor már kevesebb a nap, ilyenkor már több idő kell neki, hogy száradjon. A család parcelláján szépen tudott fejlődni a növény, de csak locsolással. Szépen tudtak fejlődni, hogy öntöztük. Öntözés, mert egyenletlen volt a csapadék mennyisége, úgyhogy de akik nem bírtak öntözni, azoknak kicsikét gyengébb lett a dohánynak a hozama. Mekkora hozam jut holdra, hektárra, hogyan számolják ezt? Hát most nem tudjuk ezt még megmondani, hogy mennyi lesz, de most átlagban az a 2 tonnát számolnak hektárjára, hogy annyi körülbelül, hogy teremje. A dohány felvásárlási ára az idén kielégítőnek mondható. Az első osztályú dohány kilónkénti ára várhatóan 400-500 dinár körül mozog majd.